Magyar Péter a kegyelmi botrány követően válhatott ismerté a legtöbb ember számára. Ekkor lépett be a politikába Novák Katalin, egykori köztársasági elnök és volt felesége Varga Judit ex-igazságügyi miniszter lemondása után. Szekszárdi beszédét azzal kezdte, az egész országhoz és sok településhez hasonlóan a vármegye székhely is többet érdemelne. Sokkal többre predesztinálja az adottsága és az itt élők szorgalma és szeretete, hazaszeretete, lokálpatriotizmusa. Az önök kórháza ugyan részben megújult, de mivel kevés a sebészorvos, ezért a betegeket egyre inkább Pécsre viszik. A Tisza párt alelnöke kiemelte a szekszárdi uszoda hiányát, a helyi borok ki nem használt potenciáját. Ezt követően pedig a hazánkba érkező Európai Uniós források felhasználását is bírálta. A politikus hangsúlyozta a magyar gazdák nehéz helyzetét is. A Tisza párt programjával kapcsolatban többek között elmondta azt, hogy belépnének az európai ügyészségbe, átalakítanák az oktatást, rendeznék az egészségügy problémáit. Kiemelte azt is, hogy pártjuk nem támogatja a háborút és az illegális migrációt. Mi ugyanúgy egy következetes és szigorú migrációs politika pártján állunk, mint minden következetes és normális ember Európában. Mi hiszünk Magyarországon és Európában is a keresztény zsidó gyökerekben, és egy olyan országot szeretnénk örökül hagyni a gyermekeinknek és unokáinknak, amilyet örököltünk a szüleinktől és a nagyszüleinktől. Mi ilyenek vagyunk, békepártiak, és szigorú és következetes politikát kérünk a migráció kapcsán.